virágmintát vágott a munkadarabba a bútorasztalos tanuló néhány hete a szexuális szakképzési centrumban. Ez a szakma ezen a néven 2020-tól megszűnik, helyette a szakmunkás tanulók általános asztalos szakmára felvételizhetnek, ahol egy vagy két évig ugyanazokat az ágazati ismereteket tanulják, mint egy épületasztalos. Majd ezt követően tudnak úgynevezett részszakképesítésekkel specializálódni. Ez is része a szakképzésről szóló átalakításnak, amit kedden fogadott el a parlament. Az országos szakképzési jegyzékben eddig szereplő több mint 700 képesítés helyett jövőre már csak 174 közül választhatnak a középiskola előtt álló diákok. Ezzel együtt megszűnnek a szakgimnáziumok, a helyüket 5 éves technikumok veszik át, a szakközépiskolákat pedig 3 éves szakképzőiskolák váltják. Előbbi képesítést és érettségit utóbbi csak szakmunkás bizonyítványt ad. A diákok viszont bért, vagyis ösztöndíjat kapnak már az első évtől, amit 2 évig az állam fizet, majd utána az a szakmai gyakorlatot biztosító képzőhely, ahol a tanulók tanoncként dolgozni kezdenek. Nagyon fontos, hogy munkabért kap, ami a nyugdíjába is beszámít, és a társadalombiztosítási ellátását is segíti. A cég számára viszont azért nagyon előnyös ez a dolog, mert a képzés során saját magának képezheti ki a munkaerő utánpótlását, megerősítheti a tanulók kötődését a céghez. Komoly változás lesz az is, hogy 2021-től a legtöbb képesítést csak iskolai rendszerű képzésben lehet megszerezni, tanfolyami formában nem. Az elkövetkezendő 5-10 évben az automatizáció és a robotizáció révén biztosan nagyon sok olyan szakma fog megjelenni, amit még jelen pillanatban nem ismerünk, de hogyha ha a tanulókat arra megtanítjuk, hogy ezt a változást tudják követni, széles alapú, biztos alapokon nyugvó tudásuk legyen, amit iskolában tudnak megszerezni, akkor a későbbiekben erre biztonsággal lehet építeni. Az Iparkamara Tolna megyei elnöke szerint a diákoknak a kezdetektől járó ösztöndíj és az alapszakmák összevonása, majd a későbbi részszakképesítések bevezetése segíthet kezelni a munkaerőhiányt. Valószínűleg igen, javulni fog, mert egyrészt emelkednek az ösztöndíjak, amit kapnak a hallgatók, hogy tanuljanak ebben a rendszerben. Másrésztről bizonyos szakmákban a szakmákat összevonásra kerülnek, így ha a hallgató elvégez egy bizonyos szakmát, későbbiek folyamán tud erre ráépíteni, tehát ez jónak tekinthető. A szakképző tanárok státusza is megváltozik jövőre, oktatóknak hívják majd őket, nagyjából 30%-os béremelést kapnak, a közalkalmazotti jogviszonyuk viszont megszűnik, helyette a munkatörvénykönyve alapján dolgoznak majd.